Szeretettel köszöntöm nézőinket a Hit.tv kikötő című műsorában. Szeptember 5-én megkezdődik az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten. A nagyszabású rendezvénysorozat nem csak a katolikus híveknek, de talán a magyar kereszténység egészének is fontos eseménye lesz. Mindenről Szigeti Antallal, a Békés Csabai Páduai Szent Antal római katolikus plébánia plébánosával beszélgetünk a következőkben. Köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, mindannyiukat. Legutoljára 1938-ban volt eukarisztikus kongresszus Magyarországon, illetve korábban volt már, de az egy kicsit talán csalásnak számít, hiszen akkor még a monarchia részeként adtunk helyet rendezvényeknek, de ez egy nagy esemény, ami jelenleg készülődik, és hát vasárnap kezdetét veszi. És az első kérdésem az, hogy ez a rendezvény, amely nem csak a magyar híveket, hanem valóban nemzetközi szinten is megmozgatja a hívő embereket, milyen jelentőséggel bír, és milyen jelentőséggel bírhat különösen most a 21. században? Nemrégen zajlott le a tokiói olimpia, talán ahhoz hasonlíthatnám, egy nagy megnyilvánulása a keresztény és ezen belül a katolikus hitnek, annak központi titkának, amit mi egy szóval úgy hívunk, hogy eukarisztia, ami azt jelenti, hogy áldozat, tehát a szent misét értjük alatta, és magát az oltári szentséget, a kenyér színében jelenlévő Jézus Krisztust. Valóban óriási jelentősége, elsősorban nekünk magyaroknak, hiszen a világ figyelme most Budapestre, illetve Magyarországra terelődik ezekben a napokban. Tehát ez valóban a keresztényeknek, elsősorban a katolikusoknak egy nagy-nagy ünnepe, esemény sorozata, hiszen nem egy napról van szó, nem egyetlen szentmiséről van szó, hanem egy hét rendezvény sorozatáról van szó. Ezen belül elsősorban persze minden nap lesznek különféle helyeken szentmisék, így az első nap a Hősök terén, és a záró szentmise is a Hősök terén lesz, de azon kívül lesz a Kossuth téren, lesz több templomban. Minden nap lesz fontos program, nem is egy, hanem sok, Budapest területén elsősorban. Hogy ez mit jelent a magyar katolikus egyház számára, és a magyar keresztények számára, a figyelem erre a központi misztériumra terelődik ezekben a napokban. Annak a kongresszusnak a jelmondata fejezi ki talán azt, hogy mit is jelent az eukarisztia, az oltári szentség, az áldozat, a szentmise áldozat. A jelmondat pedig így szól, hogy minden forrásom belőled fakad. Ezt az eukarisztiára, az oltári szentségre alkalmazza a 87. Zsoltár 7. verséből van ez az idézet. Minden kegyelem forrása az eukarisztia, amelyben Jézus Krisztus van jelen. Tehát mondhatnánk azt is, hogy minden kegyelem Jézus Krisztustól származik, hiszen ő váltott meg bennünket, az ő megváltó kereszt halála által nyertünk mi kegyelmet az Istentől. És ez a Golgotán bemutatott áldozat jelenik meg a szentmisében, a szentmise áldozatban. A mi hitünk az, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy, mint az utolsó vacsorán, amikor kimondta a kenyér és a bor felett ezeket a szavakat, vegyétek és egyétek, ez az én testem, vegyétek és ígyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, mely értetek, kiontatik. Ez a csoda, ahol a kenyér átváltozik Krisztus testévé és a bor Krisztus vérévé, ez megismétlődik minden szentmise áldozatban. Ez egy óriási nagy dolog. Jézus így módon akart köztünk maradni, ahogy meg is ígérte, veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Előzőleg már beszélt Jézus a szent kenyérről, az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital, amikor a kenyérszaporítás után királlyá akarták őt tenni az emberek, akkor ő azt mondta, én vagyok az élet kenyere. Az a kenyér, amit ti ettetek és jól laktatok,
aztól nem lesz még örök életetek, de aki engem eszik, annak örök élete van. Akkor ezt nem értették az emberek, és kemény beszédnek tartották, és otthagyták Jézust. Tanítványai közül is sokan otthagyták őt. A 12 azonban kitartott, és az utolsó vacsorán vált számukra is érthetővé ez a kijelentés, hogyan lehet ő, az ő teste és az ő vére ételünk és italunk, ugyanis hát nem a testét és vérét kell együk fogyasszuk, hanem a kenyér színében adja ő önmagát nekünk. Isteni hatalmával ő a kenyeret átlényegíti az ő testévé és a bort az ő vérévé. Megmutatta az ő hatalmát az embereknek, hogy mindent megtehet az anyaggal is, hiszen a vizet borrá változtatta. Azután ugye a kenyeret megszaporította, mint az előbb mondtam, betegeket gyógyított, a vízen járt, és sok egyéb csodájával bizonyította azt, hogy Isten létére ő bármit megtehet. A világot is a semmiből megteremtette. Számára nem lehetett az nehézség, mondjam így, hogy a kenyeret testének lényegévé változtatját és a bort az ő vérévé. Ezzel természetesen azt is ki akarta fejezni, hogy bennünk akar élni. Egy akar lenni velünk, bennünk akar lakni. Az embert magát társának veszi, mint egy a mi testünket, a mi személyiségünket kölcsönzi, hogy így mondjam, hogy tovább folytassa az ő művét a világban, az evangélium hirdetését, a szeretet továbbadását, gyakorlását, azután hát a jó cselekedeteknek a gyakorlását, amelyet ő gyakorolt, ugyanazt kell nekünk is, mint keresztényeknek, az ő nevében tennünk a világban. Tehát a megkeresztelt ember Krisztus követővé válik, és magát, Krisztust öltjük magunkra a keresztség szentségében. A szent áldozásban pedig, amikor az ő testét magunkhoz vesszük, akkor egyfajta lelki egység jön létre Krisztus és a hívő között. Ehhez természetesen szükséges a teljes önátadás, a bűntől való megtisztulás, mert méltón csak úgy vehetjük magunkhoz, hogyha bűneinktől megtisztulunk. A bűnbánat által, ugye bűnbánat szentségét is ezért rendelte az Úr Jézus, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsájtva, akinek megtartjátok, meg lesz tartva. Tehát akinek nagy bűne, súlyos bűne van, az a szent áldozás előtt meggyónhatja a bűneit, megtisztul a lelke, és méltón veheti szívébe, lelkébe az Úr Jézust az eukarisztiában. Tehát tulajdonképpen az eukarisztiának a misztériuma, ahogy ön is fogalmazott, ez most nagy nyilvánosság előtt ismét teret kap, ismét szerepet kap, és talán valaki első alkalommal, valaki talán sokadjára, de ismét megértheti ennek a mélységét, hogy mit is jelent ez. Ugye különleges ez a nemzetközi kongresszus, amely hamarosan megkezdődik abból a szempontból is, hogy Ferenc pápa is ide látogat Budapestre, és beszéltünk korábban arról, hogy ez egy nagyszabású esemény, egy héten keresztül tart majd, és hát Békéscsabai hívek is igencsak érintettek majd a programokban, hiszen mondhatom azt, hogy több százan lesznek majd jelen a megyeszékhelyről is. Hogyan alakult ennek a felutazásnak a szervezése, illetve mely programokon fognak részt venni? Közösségileg a nyitó szentmisén veszünk részt, és a záró szentmisén. A nyitó szentmise keretében kerül sor az első áldozásra, a gyermekek első áldozására. Az ország minden részéből jönnek föl gyermekek, akik erre felkészültek. Innen Békéscsabáról mindössze 5 gyermeket viszünk föl. A tavalyra tervezett kongresszusra még 20-an jelentkeztek, de éppen a járvány miatt nagyon sokan lemondták, és ez a hívek nagy többségére is érvényes. Tehát most ennyien megyünk mindössze a nyitó szentmisére, és azok szülei, rokonai is természetesen, mint egy 30-an az első szentmisére. A záró szentmisére viszont mint egy 150-en, közel 200-an fogunk felutazni vonattal, illetve egy külön busszal, meg van, aki egyénileg autóval fog felmenni, és ott csatlakozik a csoportunkhoz. Tehát mi erre a két szentmisére terveztünk közös utazást. Egyénileg azután többen részt vesznek ifjúsági találkozókon, hétközben vagy egyéb programokon, amelyeket felkínálnak így az érdeklődőknek a hétközi napokban.
A Szentatya jelenléte az egy kivételezett és megtisztelő dolog, hiszen általában nem szokott a pápa elmenni ezekre a kongresszusokra. 21 évvel ezelőtt talán akkor volt utoljára a II. János Pál pápa jelen a római kongresszuson, azóta nem. Tehát ez egy kivételezett és megtisztelő tény, hogy a Szentatya vállalta a részvételét ezen a kongresszuson, és ezzel nyilván Magyarországot is megtiszteli az ő jelenlétével. Reméljük, hogy valóban szép számmal, 100 000-es tömeg, valószínűleg annál többen is részt fogunk venni ezen a szentmisén. Említettük korábban azt néhány perccel ezelőtt, hogy milyen központi üzenete van ennek a kongresszusnak. A következő volt ez, hogy minden forráson belőled fakad. És tulajdonképpen nyilván ez nem egy megkerülhető tény, hogy az előző évről hát szükséges volt módosítani időpontot és áthozni 2021-re ezt a kongresszust a sokszor boncolgatott és említett vírushelyzet miatt. És talán szépen rezonál a központi üzenet erre a helyzetre is, hogy mit is üzenhet az, hogy minden forráson belőled fakad, mármint Istenből fakad. Mit jelenthet például ez a kongresszus is? Hogyan avatkozhat be, hogyan szólhat ez az egyszerű mondat az egyszerű hívő embernek a hétköznapokban, és milyen aktualitással bírhat? Mit jelent a forrás, és mit jelent ehhez a forráshoz menni a hétköznapokban? A forrás szó elébe tennénk, hogy életforrás. Talán ez legjobban kifejezi azt, hogy mit is jelent az eukarisztia a hívő ember számára, hiszen az élet kenyeréről van szó. Ahogy mondta Jézus, aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van. Tehát örök élet forrása maga Jézus Krisztus. Ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, úgy a prédikációkban, akár temetési prédikációkban is, hogy Jézus az élet forrása, ahogy ő maga mondta, én vagyok út, igazság és élet. Ugye az emberek ma az élet alatt bizony különféle dolgokat értenek, általában ezt a földi életet, ami tart születéstől a halálig. És az emberek ebben keresik, ebben az intervallumban az életüket. De Jézus mondott egy olyat, volt egy ilyen kifejezése, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, de lelke kárt szenved. Tehát mit használ az életünk születéstől a halálig, hogyha a lelkünk nem él és nem marad élve. Tehát Jézus azt akarja, hogy mi örök életet éljünk. Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy üdvözítsem a világot. Jézus az élet forrása. Ezért kell ráfigyelnünk. Ezért kell benne keresnünk az igazi életünket, hiszen ő a mi megváltunk, ő a mi üdvözítőnk. Ezt hirdetjük, ez az egyház legszentebb hivatása és küldetése, az örömhír hirdetése, hogy Jézus az út, igazság és az élet. Ahogy mondta is, senki sem juthat el az atyához csak általam. Az atya pedig az élet teremtője, hozzá kell eljutnunk, és Jézus által juthatunk el az atyához. Ezért olyan fontos Jézus jelenléte, Jézus figyelmünk középpontba állítása, és a belőle való élet. Jézusból élünk, ahogy Szent Pál mondja, hogy élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez nagyon kifejezi azt, hogy mit érez a keresztény ember, hogyha valóban Krisztusból táplálkozik az élete, és ő életének a forrása. Talán ez lehet a kongresszusnak is a mai emberhez szóló legfőbb üzenete, hogy nincs élet, nincs igazi élet és nincs igazi boldogság Jézus Krisztus nélkül. Aki megváltóként jött el, aki igazságként jött el, aki utat mutat nekünk, kövessük őt, és akkor általa valóban eljuthat az ember nem bizonyos részcélokhoz és részörömökhöz, amit az emberek keresnek sok mindenben, de végül is sehol nem találják meg, hanem eljutni a minden szépnek, értéknek, minden jónak a forrásához, az élet forrásához, Jézushoz és Jézus által pedig az Atyához. Említettük azt, és hát tudható, sejthető, hogy
rengetegen jelen lesznek majd ezen a kongresszuson, és talán sokan azért mennek el, és azért keresik ezt a közösséget, hogy valóban közösség élményük legyen, hiszen számos más hívővel, tehát számos más olyan emberrel találkozhatnak, magyar a magyarral, de magyar akár a külföldivel is, aki ugyanazon értékek mentén éli az életét, és mennyire szükséges ez az oldal a hétköznapokban, illetve mennyire fontos az, fontos-e, hogy időről időre, akár ilyen nagy tömegrendezvényeken, és most a tömeg az nem egy pejoratív fogalom, hanem pozitív fogalom, megélhessük azt, és akár itt, most Európában, Európa szívében azt, hogy keresztények találkozhatnak, és szabadon gyakorolhatják a hitüket. Ez a másik nagy értéke ennek a rendezvénynek, mert szükségünk van egymás hitére, szükségünk van a tanúságtételre, szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy nem vagyunk kevesen. Egy-egy településen, egy-egy községben, vagy akár egy kisebb városban bizony azt látjuk, hogy kevesen vagyunk. És ez bizony némi szomorúságot is okozhat bennünk, hogy már ennyire megfogyatkoztunk. De összességében az egyház nem egy kis közösség, nem egy Békés Csaba, nem egy Szarvas vagy Kodoros, hanem az egész világot átszövő nagy egyház, nagy test, Krisztus titokzatos testének is mondjuk az egyházat. Hát ilyenkor azért egymást megerősítjük hitünkben. Sok-sok fiatal, sok-sok gyermek, sok-sok értelmiségi lesz ott jelen, akik erősítik a hitünket és bátorítanak bennünket, hogy nem vagyunk kevesen. És egyáltalán számunkra végül is fontos az, hogy sokan vagyunk, de az senkit nem rendíthet meg, nem szabad, hogy megrendítsen hitében, hogy egy-egy kis közösség az nem nagy, nem tömeg, hanem egy kis család is akár. Tehát, de tudnunk kell azt, hogy a világon szerte szét mennyien vannak, akik velünk egyformán gondolkodnak, akik ugyanazt a Krisztust követik, és ugyanabban Istenben hisznek. Tehát ez is bizony nagyon fontos, és nagy jelentősége van. Akár csak a nagy búcsújárásoknak, Csíksomlyótól kezdve, ugye, Mária Cellig, vagy Mária Pócsig, és a többi, amikor sokan vagyunk jelen. És hát abban a szempontból is különleges ez a budapesti kongresszus, hogy nem régiben ünnepelhettük meg államalapításunkat, amely nem pusztán egy államalapítás volt, hanem a kereszténység és a keresztény Európa felé való határozott elköteleződést jelentett. És itt vagyunk 1000 évvel később a Kárpát-medencében, és a mai napig egy keresztény állam vagyunk, amely talán nem külsőségeiben, nem csak külsőségeiben, hanem az ilyen kongresszusok és egyéb találkozások kapcsán is kifejezi ezt a fajta hitet. Azok az értékek, amelyek mondjuk 1000 évvel ezelőtt az istváni döntés-lépés értelmében egyfajta pályára állítottak bennünket, ezek kopnak, használódnak, képződik rajtuk valamilyen patina és előregednek, vagy ez újra és újra felfrissül, és megújulhatnak ezek az értékek? Érvényesek-e ezek ma? Hogy érvényesek, az nem kétséges. Ahogy Jézus mondta, ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Tehát Isten igéi az örök érvényű. Ehhez csak visszatérni lehet, lehet megfelejtkezni róla, lehet eltérni tőle, de vissza kell térnünk, mert nincs más út, ahogyan említettem is. Tehát az élet igéje az Krisztusnál van. És ezt felismerte Szent István annak idején, talán még az előtte lévő magyarság is, hiszen azért nem a semmiből jöttek ide, és volt hitük, egy Isten hitük volt az ős magyaroknak, és volt már találkozásuk a keleti kereszténységgel, de a nyugati kereszténységhez való kapcsolódása a Szent István által a magyarságnak az valóban létkérdés volt, politikai és vallási szempontból egyaránt. Tehát amit István fölismert és központi értéknek tartott, azt arra hivatkozunk minden Szent István ünnepén, és mindig felhozzuk azt, hogy ő jó pályára állította az országot. Ezt a pályát, ezt tartani kell. Vissza kell térnünk mindig évről évre azokhoz az értékekhez, amelyeket ő fontosnak tartott, amelyek például a Szent Imréhez intézett intelmeiben oly szépen megjelennek, szinte bibliai ihletésű mindegyik szava, mindegyik mondata. Tehát igenis, mi azt valljuk még ma is, amikor nagyon sok testvérünk, magyar testvérünk nem gyakorolja oly módon a hitét, ahogyan azt a vallás, szigorú vallás előírja,
de lelkeméjén én hiszem, hogy a többség az ma is kereszténynek vallja magát, és Isten hívőnek vallja magát, ezt saját tapasztalatból is mondhatom. Hát van előttünk út, és van előttünk pálya, és nem csak jó élményeket, hanem felfrissülést kívánok majd a kongresszuson való részvételhez önnek is, illetve mindazoknak, akik jelen lesznek. Szigeti Antalnak köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a kikötőt látták és hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk, addig is kövessék műsorainkat a televízió képernyőjén, valamint YouTube csatornánkon, és olvassanak bennünket a behír.hu, valamint a Csabai Mérleg hasábjain. Viszontlátásra!